Vajdi sóványa szellemi lovagjával megyünk felfele. Egy a buszon. És ilyen stílusban haladni felfele. Rádióval kommunikálnak, mert itt van egy olyan hely, ahol a két busz találja egymást, és hogy félre kell húzni, hogy férjenek el egymás mellett. Na hát ez volt a paradicsomsóványa, ugye itt látszik, hogy folyamatosan itt van például egy hely, ahol félre lehet húzni. De úgy látszik, hogy nem érintjük a másik oldalt. Egyébként hát ez az emelet, amit láttunk, ez alatt 6-7 emelet van, ami már ki van bányászva. És azt hiszem, hogy még jelen pillanatban is folyik a bányászat a paradicsom bányában. Na de mondjuk itt a fekent az úgy sütik, hogy szépen a falnak nekiütik a húsdarabot, és teszik fel a rácsra, hogy süljön. Úgy látszik, hogy előttünk megy a busz, tehát nem fogjuk érni. Itt is van egy ilyen kitérő, hogyha valami szükséges. De itt azt hiszem nagyon rossz az út, itt azért fékeznek be. Vagy a tető miatt, ugye? Igen, hát rossz. Lehet, itt egy kicsit még kéne bányászunk rajta. Mondjuk aszfalt van, mint ahogy látom. Jól látom, hogy csak a só van ki. Lehet aszfalt van. És kint is vagyunk. Na, hajrá parajt, hajrá székek, hajrá magyarok. Na, szervusztok!